Sziasztok, kedves barátaim! Itt van a hétvége, és mindenki ünnepel húsvétet, és ezzel kapcsolatban egy pár szót szeretnék megosztani veletek. Húsvét Jézusnak az ünnepe, ami eléggé fontos és eléggé jelentős, és gondoltam erről egy pár szót mondanék. Látom több éven keresztül, vagy már tized éven keresztül, hogy sokszor néhány családba, vagy több családba, vagy akár társadalomba egy kicsit kiesik fókuszból maga a lelki ünnep, ami kapcsolódik közvetlenül Jézus Krisztushoz, és inkább átmegy ilyen kis sonka evésekre, ajándékuk, nyúlak, ajándékozása, tojások, és így tovább, tojásfestések. És lehet, hogy nem rossz dolog, de valójában Jézusról kell, hogy szóljon az ünnep, és azért van ugye ilyen ünnepek nagy szenteknek, vagy az Úrnak megjelenése, vagy az Úr képviselőinek, vagy az Úr fiának, hogy az ember átgondoljon egy kicsit a saját életét, és kezdjen újra egy új hangulattal, egy új megértéssel, új lappal kezdjen újra az életét, és változtasson meg az életét. Ugye ilyen napon fontos átértékelni annak a személynek az életét. Miért is jött ez a személy? Mi az, amit kaptam tőle, vagy kaphatok tőle? És így megértve az ő természetét, az ő célját, ezzel a megértéssel folytassam az életemet. És akkor nézzük meg a Jézus Krisztust. Ő mit hozott? Általában ugye akkor küldi el a fiát, Isten, a Bhagavad Gita-ban erről beszél, vagy ő személyesen jön, vagy küldi a képviselőt, akár fiát, akár Srila Prabhupádot, amikor már nagyon nehezen megy az embereknek, a vallásos elveknek a gyakorlata, és emberek elfelejtenek, miről szól a vallás, mi a célja, mi az életnek az értelme, és inkább csinálnak belőle csak egy ilyen rituál életet, ahogy látunk Jézus idejében templomba egy piacot csinálták, az Isten házába. És akkor ő lerombolta azt a piacot, hogy ez egy nem arra való a templom, nem azért kell járni templomba, hogy valamit eladjunk, ha meggazdagodjunk a templomon, hanem a lelkileg gazdagodjon. És Jézus hozta mindenkinek Isten irányi szeretetet. Sokszor az a probléma, és ez nem helyes megértés Jézusról, hogy igen, mi hálások vagyunk, mert ő jött, és most itt van a húsvét, itt, amikor Jézus miattunk feláldoztatta magát, keresztre feszítették, elvitte bűneinket, ilyen csodálatos ez a Jézus, és ilyen jól, és akkor most lehet bűnbe esni teljes mértékben, csak legyünk hálások, és akkor mi már felszabadultunk, mert Jézus megmentette minket. Az teljes félreértés. Így nincsen, így nem működik, nem működött, és nem fog működni. Hanem az, aki követi Jézusnak a példáját, a tanításokat, aki szeretne erőfeszítést tenni a lelki fejlődésbe, az ön megvalósításába, na annak az embernek Jézus segít, annak a karmáját elviszi a Jézus, vagy hogyha el is vitte mindenkinek a karmáját, a bűneit Jézus, de hogyha én újra gyártok, akkor az már nem lesz elvéve, hanem sokszor lelki tanítómester, amikor elfogadja valaki tanítványnak, akkor elviszi a bűneit ugyanúgy azért, hogy könnyebb legyen gyakorolni,
lelkéletet. De ez még nem jelent, hogy automatikusan már eléri lelki fejlődés. Nem, mindenkinek saját magának lépésről lépésre meg kell tenni ezt az utat Isten felé. Valamilyen könnyítést kaphatunk Jézus Krisztustól, lelki tanítómestertől, de nekünk meg kell járni ezt az utat. Ezért, hogyha valaki elfogadja Jézust, vagy lelki tanítómestert, és ő elviszi tőle valami ilyen szinten bűneket, és utána én folytatom, gondolom, nem kell semmit csinálnom, akkor én csak gyártom újra bűneimet, és utána megyek pokolba, fogok szenvedni. Nem elég csak szavakkal elfogadni valakit, hanem abba kell hagyni a bűnözést, mert akkor a múlt bűneit elvitte, de nem, hogy amikor én már tudom, hogy hát úgyis elviszi, mert elvitte, ez már sértés is, tiszteletlensége Jézus Krisztusra, hogy szenvedjen helyettem, hogy ott a kereszten valahol, mert ő viszi, ő a nem tudom kicsoda kijelölt, aki viszi a bűnöket, ő egyedül szenved egész világért, és világ csináljon, amit akarja, majd lelki világból az Úr országába fog elmenni. Nem, ez így nem fog működni. Akkor mit tegyünk ezen a napon, mint mondjuk itt van húsvét? Követni lehet Jézus Krisztusnak a példáját, és ez a jó, a tanításait és a példáját. Itt is van egy félreértés, mert sokan gondolják, igen, követjünk Jézusnak a példáját, tanuljunk meg vízen járni, felkelteni a halottokat. Nem ez a példa. Vannak kétféle természete, két cselekvése van, ami szentek megtesznek. Vannak, amit ők felhatalmazva vannak egy bizonyos cselekvésre, és ez nem utánozható, mint vízen járni, halottokat felkelteni, vagy vakokat meggyógyítani, visszaadni a látásukat. Az nem utánozható és nem követhető példa, ez egy különleges képessége, amivel rendelkezik. Viszont a másik cselekvésnek a része, amikor Jézus ment és adta mindenkinek szeretetet, miről beszélt Jézus? Ő mindig dicsérte az Urat. Mindig az ő dicsősége, ez volt az első. És akkor igen, találkozunk az emberekkel, beszéljünk az Úrról, dicsőítsünk az Úrat, adjunk a hálát az Úrnak, ezt tudjunk csinálni mindenkivel, ezt tudjunk követni a Jézusnak a példáját. És amit ő tanított, ugye annyi konfliktus van a világban, és akkor engem bántanak, akkor én dühös leszek én, és próbálok visszatámadni. De Jézus mit tanított? Egyik arcon kapsz, tedd oda a másikat, szeress fele barátodat. Hogyha mi komolyan veszünk egy kicsit, mondjuk a húsvétet, és megpróbáljuk átgondolni, hogy igen, valójában arról szól húsvét, hogy én változtassak meg, nekem meg kell változni, és itt vannak élő példák, amit követhetőek, amit Jézus megmutatta, akkor kövessem, gyakoroljak, és megkapom mindent. Szóval automatikusan Isten szeretetet, Isten országát nem fogok elérni, csak azért, mert Jézus meghalt, értem, hanem akkor működik, ez a feltétel. Csak akkor fog működni ezt, és minden megkapom, minden áldást, amit hozta Jézus, azáltal, hogy elfogadom a tanításait, és cselekszek. Nem csak a szavakkal, akkor én elfogadtam, köszönjük szépen, nem, ha én szeretnék cselekedni, és megváltoztatni a tudatomat, a viselkedésemet, hozzáállás a többiekhez, és próbálok mindenkit szeretni, gyakorolni. Mit jelent, hogy próbálok szeretni mindenkit? Mit jelent, hogy gyakorolni? Kedves lenni, figyelmes, hálás, udvarias, főzök valamit, viszem ajándékba valakinek, amit megfőztem, sütöttem, adok valamilyen ajándékot. Ugye az ajándékozás, ez a szeretet kifejezése. Elfogadom ajándékot, amikor valaki nekem szeretne örömet szerezni, és hálás leszek neki, beszélek vele másokkal, barátaimmal, lelki témákról. Ez, amit Jézusnak örömet okoz, és ez, ami követése jelenti, és ilyen emberek fejlődnek lelki életben. Köszönöm szépen mindenkinek, kellemes ünnepeket
kívánok. Iratkozzatok fel, légy szíves, a csatornára, lájkoljatok a videót, és majd találkozunk. Hare Krishna!